Sziasztok, ez itt a Partizán Sport, a Partizán Sporttal, illetve a sport kulturális, társadalmi és gazdasági hatásaival foglalkozó kibeszélője. Mi foglalkozhatnánk a mai adásunkban, mint a Futball Európa Bajnoksággal, ami a napokban Budapestre is megérkezik majd. A történelem során először EB meccseket rendezhet Magyarország. Erről fogunk beszélgetni vendégeimmel, Székely Saroltával, Krutka Jánossal, illetve Szili Lászlóval, de előbb nézzünk meg egy kis bejátszót. most, mint egy 63 évvel az első Európa-bajnoki futballmérkőzés megrendezését követően, úgy tűnik, a nagy európai futballálom révbe ért, a 2021-es LB meccseit ugyanis nem kevesebb, mint 10 ország, összesen 11 különböző városának stadionjában rendezik meg. Ez lesz az első nagy, közös európai foci ünnep, amely a tervek szerint Bakutól Glasgowig köti majd össze a futballért szenvedélyesen rajongó európai polgárok tömegeit. Az ötlet 2012-ben az Európai Labdarúgó Szövetség, vagyis az UEFA akkori elnökének, a korábbi világklasszis futbolistának, Michel Platininek a fejéből pattant ki. Szerinte ahelyett, hogy az Elbit mindig egy vagy maximum két ország rendezi, jobb megoldás lenne 12-13 európai városban szétszórni a torna meccseinek rendezési jogát. A rendezésre végül összesen 19 város pályázott, az UEFA ezek közül pedig eredetileg 13 helyszínt jelölt ki. Ám ezek közül Brüsszel 2017-ben, Dublin pedig 2021 tavaszán vesztette el rendezési jogát. Előbbi helyen az új nemzeti stadion felépítésének garanciáit nem látta elég erősnek az UEFA, utóbbi pedig amiatt került ki a helyszínek köréből, mert az írkormány még részben sem volt hajlandó feloldani a koronavírus járvány okán bevezetett korlátozó intézkedéseket, így a dublini EB-meccseket jó eséllyel nézők nélkül kellett volna lejátszani. Ebbe az UEFA végül nem ment bele, és ugyanebből az okból kifolyólag Spanyolországon belül is helyszínt változtatott. Bilbao helyére Sevilla ugrott be rendezőnek, a korábban Dublinra osztott meccseket pedig Szentpétervár kapta meg. Magyarország korábban még soha nem rendezhetett komoly, nagy, felnőtt nemzetközi labdarúgó tornát. Így amikor az UEFA 2014. szeptemberében bejelentette, hogy az akkor még csupán tervezés alatt álló Puskás Aréna négy meccset is kap majd a páneurópai tornán, hazánk történelmet írt. Amint egy 67 ezer fő befogadására képes puskás aréna kapacitása a hatodik legnagyobb az Ebét vendégül látó stadionoké közül. Csupán a londoni Wembley, a római Olimpikó, a Müncheni Allianz Arena, valamint a két legkeletibb helyszín, Baku illetve Szentpétervár előzi meg ebből az aspektusból. A dolog azért is érdekes, mert Orbán Viktor 2011-ben még úgy nyilatkozott, egy 65 ezres stadion túlzás lenne, bőven elég egy 45 ezres befogadó képességűt felépíteni. Akkoriban a terveket is visszábnyesték, mert a becslések szerint 100 milliárd forintnál is többbe került volna a beruházás. Nem tudni, mi változott időközben, de az biztos, hogy végül a több sporták befogadására is alkalmas, multifunkciós komplexum ötlete lekerült a napirendről. A puskás kizárólag futballaréna lett. Ekkor pedig már senkit nem zavart, hogy az összköltsége bruttó 190 milliárd forintra hízott. Az arénát végül 2019-ben adták át, a díszvendég Uruguay volt. A magyar csapat kettő kikapott ugyan, de becsülettel helytált. Az új aréna első gólját a világsztár Edinson Cavani lőtte, magyar színekben Szalai Ádám találta a kapuba elsőként. Négy nappal később a magyar válogatott sorsdöntő meccsen szenvedett vereséget Velszben, és akkor úgy tűnt, előfordulhat, hogy nélkülünk rendeznek EB meccseket a puskásban. Hogy nem így lett, az az újonnan alapított Nemzetek Ligájának köszönhető, és annak, hogy 2018 őszén ebben a sorozatban csoportunk második helyén zártunk a finnek mögött. Ehhez kellett egy görög öngól, amelynek köszönhetően ők kikaptak az észtektől és mögénk kerültek a csoport tabelláján, de az is, hogy a csoport első finnek általános meglepetésre egyeneságon is kivívták az EB szereplés jogát a selejtezőben. Így helyettük mi mehettünk tovább a Vigaszágra, ahol először Bulgáriát vertük meg idegenben, majd 2020. novemberében hátrányból fordítva Szoboszlaj Dominik utolsó pillanatos hatalmas góljával Izlandot is legyőztük, ezzel kiharcolva a hazai szereplés jogát a kontinens tornán. Magyarország az eb a VB címvédő Franciaországgal, az EB címet őrző Portugáliával, valamint a 2014-es világbajnok Németországgal került egy csoportba. Két meccset biztosan hazai pályán játszik a válogatott, június 15-én Portugáliát, négy napra rá pedig Franciaországot fogadjuk. A két ellenfelünk egymással is a puskásban játszik de a Nemzeti Arénában június 27-én egy nyolcad döntőt is rendeznek majd, ahol az eredmények függvényében akár még Márkó rossi csapata is pályára léphet. És már fordulok is oda vendégemhez, hogy részleteiben beszélgessünk a Magyar Elbé rendezésről, és úgy általában a foci EB gazdaságáról. Köszöntöm szépen Saroltát, az m4.hu újságíróját. Szia! Szia! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Picit az segíts nekünk megvilágítani, hogy... Mekkora dolog gazdaságilag egy ilyen rendezés? Ugye hogy hol voltak korábban Európa-bajnokságok? Sokáig ez Nyugat-Európa privilégiuma volt szinte teljesen. Ehhez képest ez egy teljesen új koncepció, hogy egyszerre sok, tehát tíznél is több európai városban rendezik meg ezt az Európa-bajnokságot. Miért alakult ez így, és hogyan esett a választás Budapestre is többek között? A mostani rendezés lebonyolítását illetően azt fontos tudni, hogy ez leginkább egy ilyen egyszerű alkalomnak tűnik, egy, egy ünnepi alkalomnak, ugyanis ezzel szerette volna az UEFA megünnepelni, ilyen össznépi, európai ünnepét tenni azt, hogy 60 éve indult el a fociábének a, foci a sorozat Európában. A gazdasági részét illetően. Igazából annyira összetett és sokrétű ez az, az egész történet, hogy szerintem egy órán keresztül lehetne um, részletezni azt, hogy um, mit jelent um, egy országnak. A gazdasági szinten leginkább a legkönnyebben a legutóbbi indulhatunk ki. 2016-ban Franciaországban volt, ugye GDP-t, Novált, a turisztika, éttermek, szállodások, a még a közúti szolgáltatást végző cégek is egyébként nagyon nagy mértékben részesültek abból, abból a bevételből, amint az EB-nek köszönhetett az ország. Tehát lehet azt jól csinálni? Lehet, igen, mindenképpen jól csinálni, sőt, egyébként, ha egy picit végig gondoljuk, akkor, akkor eléggé magától adódik, hogy rengeteg pénzt hoznak a rendező országokba a szurkolók, a külföldi szurkolók, illetve a hazaiak is. Um, Franciaországban egyébként átlagosan 8 napot töltöttek, egy, töltöttek ott a szurkolók rendezvény alatt, és fejenként naponta átszámítva 55 ezer forintnak megfelelő összeget költöttek, tehát ezért jól látszik, hogy szállást kell foglalni, étteremben esznek, természetesen elmennek ünnepelni különböző vendéglátóegységekbe, kiskocsmákba, ott is fogyasztanak, um, ha van rá lehetőség, akkor egyéb turisztikai látványosságokat keresnek fel, vagy elmennek fürdőbe. Tehát, hogy általánosságban egy gazdaság nagyon sok részére hat. Ugye ennek van nyilván egy olyan része is a, a, torna rendezésének, hogy itt azért a Nemzetközi Szövetség, az Európai Szövetség, a többi résztvevő ország szövetségének a delegátusát, szakmai stábját, stb. is el kell szállásolni. Ugye azt is lehet tudni, hogy most a, a budapesti ebbi rendezés kapcsán itt lesz például a portugáloknak a főhadiszállása Budapesten, az szintén ugye azért valamilyen módon pörgeti akár a gazdaságot is, ők foglalnak, fogyasztanak, óriási stábbal érkeznek ilyenkor. Nyilván, ha egy országban rendezik az Európa-bajnokságot, akkor ez is a hogyan költség, úgy tud bevétel is lenni. Igen, ez, ez mindenképpen fontos egyébként megjegyezni, hogy a rendezés költségei így most a 11 helyszín között fognak elosztódni, és sokkal inkább férhetnek oda a rendezés jogához olyan kisebb országok, akiknek mondjuk, hogyha egyedül rendeznének, rendeznék az elbét, vagy, vagy egy másik országgal közösen, akkor egyszerűen hatalmas költséget jelentene, és nekik már nem érné meg valószínűleg belemenni egy, egy ilyen rendezésbe, de így nagyjából akkor mondhatni leegyszerűsítve a teljes költség 11 felé fog elosztódni, és mindenkinek kisebb terhet jelent majd. Picit beszéljünk a helyszínekről is. Ugye Franciaország, Spanyolország, Olaszország, majd Belgium rendezte az első tornákat, amelyek persze nem is voltak a szó mai értelemében vett tornák, hanem egy négyes döntő volt. Gyakorlatilag négy darab mérkőzése, két elődöntővel, egy döntővel és egy bronzmérkőzéssel. Ugye aztán Jugoszláviában volt a 76-os torna, mint egyfajta ilyen köztes megoldás, ugye ezt nyerték meg a csehszlovákok Panyenkárnak az emlékezetes 11-esével. Azután pedig ugye kibővült a torna, és nyolc csapat vett részt rajta. Szerintem onnastól kezdve beszélt valódi Európa bajnokságokról, akkor Olaszország, Franciaország, az NSK, majd Svédország rendezte, tehát tisztán nyugat-európai dominancia, és aztán ugye majd a 16 csapatos Európa-bajnokságoknál is sokáig ez volt a tendencia. Ausztria, Svájc, Portugália, amit tettem, Anglia volt az első ilyen torna, és a lengyel-ukrán közös rendezésű ebbé volt az első, ahol Kelet-Európának valójában szerep jutott rendezőként ezen a, ezen a rendezvényen. Ugye az is emlékezetes, hiszen arra a tornára is pályázott Magyarország, akkor a horvátokkal közösen. Oda, ezt ki, oda akarom eljutatni ezt a, ezt a hosszas kérdésfeltetést, hogy a mostani helyszínek közül, akik igazán újak, tehát ahol még korábban nem jutott el az Európa, Bajnokság, az Budapest mellett Baku, ugye Azerbajdzsánban, Szentpétervár, Oroszországban, Bukarest Romániában, Glasgow Skóciában, ugye a skótok önállóan nem rendeztek tornát és Kopenhága Dániában. Viszont ezeknek a helyszíneknek mindegyike rendezett már korábban európai kupa döntőt legalább ugye Szentpétervár, Szentpéterváron az oroszok világbajnokságot. Budapesten európai szuperkupa döntő volt. De ebből a szempontból mégis Budapest is, ezzel együtt Magyarország az első, hát majdhogy nem teljesen szűz helyszín, hiszen az Európai Szuperkupa döntő azért nem az a presztízs, mint egy akár egy UEFA kupa vagy Európa Liga, és pláne nem, mint egy BEC vagy BL döntő. Mekkora jelentősége van ennek sportdiplomáciailag? És hát miért volt ez a, ez a magyar EB egy ilyen nagy-nagy közös álom hosszú időn keresztül? Álom azért, mert mindig van egy presztízs annak, hogy idegen egy ilyen rangos um, rendezvény, és, és ráadásul labdarúgásról van szó, tehát hogy ez gyakorlatilag egy futball ünnep. Um, társadalmilag a legjobban, a legtöbb embert ez mozgatja meg, és nagyon együtt tudnak élni egy ilyen rendezvényel a, a, az emberek, illetve a szurkolók. Az UEFA is, amikor Magyarország Budapest mellett döntött, akkor indoklásában megegyezte azt, hogy ez presztízs lesz a, a magyar labdarúgásnak, és a másik részről mondjuk úgy, hogy a kormány futballpolitikájának a... a koronája is lehet egy ilyen rendezvény, tehát az elmúlt tíz évben nagyon sok pénzt fordítottak létesítményekre, illetve a sportpolitikára és a futballra. És ez egyrészt a válogatott sikere is az, amivel ugye azért ők próbálják a saját feltüntetni, másrészt pedig az elköltött pénzeknek a helyességét próbálják ezzel eletámasztani. Tehát hogy az, hogy ide jön, ez diplomáciailag is nagyon fontos, mert felteszi Budapestet azért még inkább az európai futball térképére, másrészt pedig politikai szempontból sem megkerülhető az, hogy hogy elnyerte a jogot Magyarország. Az induló pályázat során, Um, voltak olyan vélemények, hogy ha nem jön össze most uh, ebben a formában Budapestnek a rendezés, akkor ez, ez egy nagyon nagy pofon lett volna mindenféle szempontból. Már csak azért is, mert voltak olyan országok, illetve városok, akik, akiket egyértelműen le kellett volna győzni, és le is győzött Budapest. Ugye Magyarország három alkalommal is megpróbálta az ebbi jogát elnyerni. Először Ausztriával közösen a 2004-es tornára pályáztunk, akkor 1999-ben volt az eredményhirdetés, lemaradtunk a második helyen végzett a pályázatunk Portugália mögött, aztán ugye megpróbáltuk a 2008-as tornát is Magyarországra hozni, akkor egyedül pályáztunk, és akkor az osztrák-svájci közös rendezésű pályázat mögött maradtunk le, és aztán volt ez a talán sokaknak emlékezetes, nevezetes 2012-es pályázat, ahol ugye Cardiff-ban volt a döntő szavazás 2007-ben, és ott a magyar-horvát közös pályázat, végül egyetlen szavazatot sem kapott, és ugye azért volt, az különösen fájó, mert akkor került először kelet európában a torna, de nem hozzánk, hanem a lengyelekhez és az ukránokhoz. Mennyiben lehet ez szerepe a mostani pályázatunk sikerében annak, hogy ennyiszer próbálkoztunk már korábban? Igaz, mindannyiszor maket stadionokkal. Szerintem én úgy gondolom, hogy biztos egy szerepet játszott ez is, hogy erősítette a rendezés szándékát. Másrészt úgy gondolom, hogy ez, ez egyfajta politikai országos konszenzusra is rávilágít, mert, mert nem arról van szó, hogy egy bizonyos kormány szeretné ezt megrendezni, és akkor mindenáron ezt fel akarja mutatni sikerként, hanem, hanem arról van szó, hogy különböző kormányok alatt mindenki pozitívan nyilatkozott, és azt hiszem a 2008-as rendezés idején, vagy 2012-es most nem tudom pontosan. Ott is az aktuális vezetés az azt nyilatkozta, hogy hatalmas jelentőségű lenne, és rengeteg nagy ösztönzést adna a magyar labdarúgásnak, hogyha elnyernénk a rendezés jogát, mert, mert akkor lehetne stadionokat fejleszteni, és akkor az addig lepusztult infrastruktúra egy kicsit um, tudna fejlődni és javulni. Akkor igen, megfordult a logika, mert ugye korábban is ugye ebben, ahogy te is volt bal liberális kormányzat is, ugye 2006 7 környéken, amikor pályáztunk a 12-es EB megrendezési jogára, és ugye akkor a szervezőbizottság ennek például Gyárfás Tamás volt a kiutazó delegáció, ott volt Lampert Mónika, akkori belügyminiszter, Szóval, hogy akkor, mintha az lett, van a logika, hogy nyerjük el a rendezés jogát, és hogyha elnyerjük, és valóban itt van ez a nagy lehetőség, akkor az végre számunkra megadja az esélyt, hogy az infrastruktúrát, a leromlóban lévő infrastruktúrát felfrissítsük, felújítsuk, és akkor legyen egy ilyen apropója, mint, mint ha most egy kormányzat pedig fordítva gondolkodott volna, hogy ezt fektessünk be az infrastruktúrába, legyenek kész ezek a stadionok, adjuk annak bizonyítékát, hogy komolyan gondoljuk, és azt, mert honorálni fogja az Európai Labdarúgó Szövetség azzal, hogy valóban idehoz komoly rendezvényeket. Igen. Igen, ez mindenképpen fordított logikára utal, és ez, ez vitathatatlan tény, hogy, hogy ők már 2010-től kezdve elkezdtek tudatosan költeni, és ugye ezért voltak itt egyéb um, nagyobb álmok is, gondolhatok, az olimpia rendezésre. Um, úgyhogy a megalomán, illetve nagyon nagyívű uh, sportrendezvények azok um, nem állnak távol a jelenlegi kormánytól, Másrészt részt amellett sem szabad elmenni, hogy ezért ennek gazdasági hozadéka is van az ország számára, mint országi más szempontjából, mint gazdaságilag. Ezeket mennyire lehet átlátható módon követni? Tehát, hogy készült bármilyen tanulmány vagy, vagy komolyabb nyilvánosan elérhető munka, ami azt mutatná ki és meg nekünk, egyszerű adófizetőknek, hogy hát megéri építeni egy stadiont, ekkora stadiont kell hozzáépíteni, mert ez is megéri, és hogyha ide jön mondjuk a futball négy darab mérkőzés, mint, mint esetünkben, akkor annak ilyen és ilyen társadalmi hasznai lesznek. Szerintem biztos, hogy készült, csak ez nem nyilvános, vagy legalábbis én nem találtam meg, lehet, hogy hogy mások ezzel találkoztak, de nyilván valamilyen hatástanulmányt tanul, el kellett készíteni, hogy ez mennyire volt komplex, mennyire volt sokrétű, azt tehát ugye a nyilvánosság hiánya miatt nem lehet tudni. A, a költések és a beruházások miatt, vagy ennek a költsége sem, sem átlátható egyébként erre elég jól példaként fel lehet hozni a 17-es vizes világbajnokságot, amit megrendeztünk, és ott is elképzelhetetlen mértékben nőttek a, a, költségek. Eleinte még talán valami 50 milliárd forintos költségről volt szó. Ez nagyjából a duplájára, harmadára nőtt, és néha még mai napig is drágulnak ezek a projektek. Ilyen utómunkálatok, vagy én nem is tudom, hogy, hogy mire hivatkozva. Úgyhogy az átláthatóság az egyébként egy um, súlyos hiányosság szerintem ebben a kérdésben, hogy nem tudjuk, hogy miért lett mondjuk a Puskás Aréna annyi, amennyi. Nettó 150 milliárd forintról van szó, holott 2011-ben um, 35 milliárd forintos költségről beszéltek. Igen, erre akartam kiukadni egyébként, hiszen azt, én azt gondolom, hogy akár politikai alapon is nagyon-nagyon kevesen voltak, akik komolyan vehetően vitatták, hogy szüksége lenne a válogatottnak egy olyan otthonra, ami hát a magyar futball múltjához, presztizséhez, általunk elképzelt ideális renoméjához méltó, ugye nagyon hosszú időn keresztül a félig lezárt, omladozó népstadionban, vagy akkor már puskás Frenz stadionban játszotta az hazai mérkőzését a válogatott, majd aztán mikor azt lebontották a fradi pályára, kerültek a válogatott mérkőzések, amik 20 ezer fő befogadására, vagy talán kicsi 22 ezer nézőbefogadására néző befogadására alkalmas, hát nyilván sokkal nagyobb érdeklődés volt a válogatott mérkőzése iránt. Viszont az, hogy miért olyan lett a puskás aréna, ami ennek jelenlegi formájában megismerjük, miért pont azon a helyen, miért ebben a formában, miért speciálisan kizárólag futball épült meg végül, és miért ekkora befogadó épült meg, arról nagyon-nagyon keveset lehet tudni. Én találtam egy 2011-es Orbán Viktor nyilatkozatot, ami arról szól, hogy hát ide nem kell 60-70 ezer stadiont építeni, bőven elég egy 45 ezeres, ráadásul az is lehetne multifunkcionális, több sport sportágnak otthontadó, adó, atlétikapályával, futópályával, akár olyan módon, hogy a közösségnek is valamilyen formában nyitott legyen, tehát mondjuk körülötte legyen valamiféle szabadidősportolásra alkalmas infrastruktúra. Hát ehhez képest nem ez történt, és én bevallom, nem tudom, hogy miért nem ez történt. Lehet, hogy jó, hogy ez történt, csak nem tudom eldönteni ez, erről szerintem sokat lehetne vitatkozni, most jó nem jó Az biztos, hogy 2011 óta nagyon-nagyon sokat változott az elképzelés. Volt arról szó, hogy lebontják a stadiont, volt arról, hogy megtartják a külső stadion részt, beépítenek egy másikat, a felső megtartják, lebontják, felülre futópályát csinálnak, körbe edzőtermeket. Hát tényleg egy ilyen nagyon nagy komplex terv volt, és 2015-ben volt szerintem az, amikor amikor ez a, ez a multifunkcionális csarnok gyakorlatilag így elvesztette a multifunkcionális jellegét. Ekkor úgy nézett ki a helyzet, hogy 100 milliárd forint körüli összegben lehet megcsinálni ezt a stadiont, és ekkor nyilatkozta Fűries Balázs azt, hogy visszavesznek a tervekből, nem lesz ilyen futópálya multifunkcionális jellege az építménynek, mert ez az összeg csupán a tervek kétharmadára lenne elég. És innentől kezdve nagyon sokat nem lehetett hallani a puskás arénáról, hogy mi hogy történik, majd jött a közbeszerzési eljárás, és akkor a legjobb ajánlat az már 190 milliárd forint volt arra, vagyis hát a lecsökkentett tervekre. Tehát nem eléggé ellent, ellentmondásos ez az egész történet, hogy megvágják a terveket, hogy beleférjenek a büdzsébe, és akkor végül sokkal nagyobb összeget fognak rákölteni, amiről egyébként nem tudjuk még szerintem a mai napig, hogy pontosan mennyi volt a tényleges végszámla. Ez is az átláthatóságnak a hát nem bizonyítéka, hanem annak a hiányát mutatja. Nem lehet megkerülni jelen helyzetben, ugye egy évvel tolták ezt a tornát, tehát ideális esetben egy éve korábban beszélgettünk volna erről, 2020 nyarán, most 2021 nyara van, és hát egy olyan koronavírus járvány után, vagy talán még azért valamennyire benne is vagyunk, ami egyrészt rányomja a bélyegét a tornára abból a szempontból, hogy... Budapestet kivéve az összes többi helyszín csökkentett kapacitással fogad majd szurkolókat, tehát egy negyede, egy ötöde a kapacitásnak, ami nyitott lesz szurkolók előtt. Ugye Budapesten a teljes kapacitást megnyitották a szurkolók előtt. Másrészt hát ennek nyilvánvalóan vannak gazdasági következményei is, akár a vendéglátói kapacitásra nézve, akár a szaladai kapacitásra nézve, akár arra nézve, hogy mekkora lesz az a Futball, turizmus, amiről itt korábban úgy beszéltünk, mint evidencia az EB kapcsán. Olvastál -e erről, vagy tudsz erről bármilyen becslést, hogy ez milyen mértékben nyomja rá a bélyegét a korábbi gazdasági tervekre? Szerintem pont ezért vállalt Magyarország teltházas meccseket, hogy az eredeti terveket tudja hozni, tehát azoknak meg tudjam felállni. Mondjuk a járvány után ezért elég érdekes helyzet állt fent, mert nagyon sok szálloda nem tudott kinyitni, csődbe ment, vendéglátóhelyek mentek csak tönkre, tehát ebből kiindulva azért nem biztos, hogy maximálisan tudják hozni a terveket, szerintem valamilyen szintű, szintű nyereségveszteséget biztos, hogy el fognak könyvelni. Kik viselik a költségeket egészen pontosan, és kiknél, milyen szereplőknél csapódhat le a haszon. Nyilván, amit könnyen belátható, az a, vállalkozói szektor, mondjuk a vendéglátóipar vagy a száradaipar, aki nyilvánvalóan főleg egy ilyen COVID sújtott időszakban, nekik nagy bum lehet az, hogyha tényleg megindulnak ide a, a szurkolók, és hát ugye Magyarország azt is kinyilvánított, hogy a meccsi egyet ebben az esetben védettségigazolvánként fogja elfogadni Igen. a külföldi turisták előtt, ami szintén arra utal, megerősítem, amit te mondtál az előbb, hogy itt ez egy elsődleges motiváció volt a nyitás, vagy a teljes nyitás mögött, hogy minél több turista jöhessen minél hamarabb, és legyen ez az apropó meg. Na de hogy pontosan ki kereshet még ezen az egészen? Mi az, ami itt az államnak lehet a haszna, mi az, ami Budapestnek lehet a haszna ebben a kérdésben, és a végén kiviseli a költségeknek a nagyobb részét? Szerintem az egyszerűbb kérdés az, hogy kiviseli a költségek nagyobb részét ez gyakorlatilag az, állam, az, állami költségvetés, és ezen keresztül az adófizető állampolgárok. Másrészt nyilván a vendégeket fogadó szállodáknak, éttermeseknek is nyilván extra költséget fog jelenteni a magasabb fogyasztási igény, illetve kereslet, de hát ezt nyilván az haszonban vissza fog jönni, és ahogy említetted, a vállalkozói szféra fog belőle nyereséget látni, másrészt pedig az állam, illetve futballszövetség gyakorlatilag ugye a jegybevételek, a tévés közvetítési jogokat meg lehet még említeni. Meg hát ugye a stadionépítésnek a költsége és annak a szép vonulata is, ezért megérne egy külön kis beszélgetést, mert ugye ezt állami pénzből fedezték, és akkor gyakorlatilag az abból elért haszon az magánhaszon lett, és elég jól körbe határolható kormányközeli kör volt az, aki ezen tudott nyerni. Amikor arra beszélünk, hogy országimázs, akkor annak mik a gyakorlati vonulatai? Kimutatható-e olyan, hogyha valamely város vagy ország nagy sportrendezvénynek ad otthont, azután később több turistát vonz, ugye a vizes világbajnokság kapcsán volt ez az egészen Elképesztő érvelés, hogy majd Budapestre több turista fog érkezni, mert ugye a vizes világbajnokságot rendeztünk 2017-ben. Egyrészt bejött -e ez vajon vagy sem, nekem van erre vonatkozóan tippem, de nem tudom, mert nem néztem utána. De hogy mondjuk egy futball-európa bajnokság kapcsán, ami azért szintekkel és jó, jó néhány volumennel nagyobb rendezvény, ott kimutatható-e ilyen, van -e ennek ilyen hatása? És hát nyilván itt az is érdekes, hogy mennyire az országnál csapódik le ez, mint Magyarország, vagy mennyire Budapest, mint város, hiszen itt igazából most nem Magyarország jelenik meg rendezőként, mint inkább Budapest, ugye ez jelenik meg a kreatívokon is mindenütt. Igen, ebből a, ebben az esetben inkább Budapest profitálhat hosszú távon belőle, ugye, és itt megint a tévés közvetítésekre kell visszatérni, tehát a futball ez egy olyan sportág, amit mindenhol néznek a világon, nagyon sokan szeretnek, és még hogyha nem is jön el szurkoló Portugáliából, Németországból, Franciaországból, Magyarország, illetve Budapest felkerül a, a Látóterébe, vagy felkerül a térképre, és akkor gondolhatja azt, hogy rendben. Tehát itt nem is igazából az a kérdés, hogy mit láttatnak majd a várból, a halászbástyából, stb., hanem, hanem inkább a sajtóban megjelenő visszhang az, ami tudja befolyásolni szerintem a, a jövőbeli utazásokat, illetve utazási célokat. Na, nem hallja, hogy probléma volt nem is tudom, tehát hogy ilyen, ilyen nagyon egyszerű dolgokra tudok gondolni, ami mentén profitálhat Budapest a későbbiekben. Hát arról nem is beszélve, hogy abból a szempontból Budapest lett a futball fővárosa a következő néhány hétben, hogy azért talán olyasféle szurkolói fesztivál, ünnep, fiesta, amire lényegében ezt az egész ebbi koncepciót kitalálták, hogy a Európai Egység meg az Európa Bajnokság 60 éves évfordulóját megünneplendő, minél több városban, minél több országban vigyük el ezt a közös nagy fiesztát hogy ilyen a járványügyi korlátozások más országokban való fennállása okán talán egyedül Budapesten lehet, és ha valaminek azért pozitív hozadéka lett mindenképp, az ez, hogy most no csak van egy város itt Európa közepén, ahol hát még hogyha valamiféle kockázatokkal is, de mégiscsak megrendeztek egy, egy komoly, nagy közös futballünnepet. Igen, szerintem ez a nagyon nagy kockázatot vállalt Budapest és Magyarország, mert nem tudni, hogy hogy sül el a dolog. Tehát, hogy ez egy dolog, hogy Magyarország jól áll átoltattság kérdésében, de hát ezért jönnek ide különféle turisták rendben, tudom, PCR-teszt, tehát, hogy nem akárki jöhet be az országba, de ezért ez mégis egy rizikó. És visszaidézhetjük mondjuk a tavalyi Olaszországi esetet is, amikor ott pont egy foci meccs volt az, ami igazán bedúrantotta ezt az egész járványt, és problémákat okozott. Bízunk benne, hogy hogy nem lesznek ilyen problémák, és, és mentesen le lehet majd bonyolítani ezt a rendezvényt. Mit gondos, erodálhatja az a bizalmat a hasonló sportrendezvények? megtartásával kapcsolatosan, hogyha ennek a rendezvénynek az elszámolása hasonlóképpen nem lesz transzparens, ahogyan mondjuk a vizes VB, mert azért ez egy jóval nagyobb érdeklődése számot tartó dolog. Szerintem még, hogyha elradálná is, akkor is nagyon rövid ideig. Tehát, hogy gyakorlatilag így emlegettük most is a, a vizes világbajnokságot, de mai nap tehát nincs hatása, nincs igazából következménye. A, fo a foci az pedig az tényleg egy olyan sport, ami, ami nagyon sokakat érdekel, fiaszt a hangulatot tud eredmény, eredményezni az utcákon, és szerintem ez felül tudja írni azt, hogy most mi mennyibe került főleg akkor, hogyha a magyar válogatott jól fog szerepelni, és um, sikereket fog elérni, akkor, akkor biztos, hogy ez így a feledés homályába merül. Sokan azt mondják, hogy ez csak, egy, ez csak, a kezdete egy útnak, ugye ez az első, ahogy említettem is, vagy az első nagyon komoly futballrendezvény Budapesten, ugye az Európai Szuperkupa, bár nagyon fontos, de picit más volumen, azért korábban rendezték azt már mondjuk Skopjéban, vagy hasonló kisebb, kifejezetten kisebb országok fővárosaiban is. Milyen további nagy futballesemények jöhetnek Magyarországra, konkrétan Budapestre a jövőben? Tudsz-e ilyen tervekről, mi a nagy cél ebben az esetben? És hát veszélyeztetheti-e ezt egy esetleges kormányváltás? Vagy itt éppen arról van szó, hogy hát, ha van egy ilyen monumentális stadionunk, egy ilyen grandiózus, hipermodern új arénánk, akkor ostoba lenne egy adott esetben más oldalról, vagy más színezettel érkező új kormány azt mondani, hogy ezt ne használjuk ki. Szerintem ilyen, ilyentől nem kell tartani, hogy, mert tényleg ott a létesítmény, akkor azt hasznosítani kell, és ráadásul egy ilyen nemzeti arénánál sokkal nehezebb is valamilyen szinten, mint egy mondjuk egy klubcsapatnak az arénáját hasznosítani. Ott ugye évente 20-23 meccset fixen játszanak, ugye ez a bevételeknek egy bizonyos stabilitást tud adni. A nemzeti arénánál, illetve a puskás arénánál azért erről nincs szó, mert sokkal kevesebb válogatott mérkőzés van, úgyhogy nem gondolom azt, hogy, hogy egy kormányváltás megváltoztatná ezt a politikát. Abból a szempontból viszont hozhat fordulatot, hogy majd a jövőben mire és hogyan fognak elkölteni, esetleg a sportnak, a labdarúgásnak mely területére fogják áramoltatni azokat a pénzösszegeket, amiket mondjuk elköltenek. No, meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, segítettél nekünk eligazodni. És aztán megyünk tovább, jön hozzám Rutka János és Szili László, akikkel a magyar válogatottat körüllengő hangulatról, a futball fontosságáról és a haladó gondolkodók ehhez való hozzáállásáról beszélgetünk. Folytatjuk a Partizán Sport EB felvezető műsorát. Már itt is van velem két újabb vendégem, egyfelől Szili László, a 444.hu újságírója. Szervusz! Szia! más felől pedig Rutka János volt válogatott labdarúgó, a Telex.hu szakértője. Szia! Szervusztó! Kicsit provokatív kérdéssel indulnék. Ti haladó gondolkodásnak tartjátok magatokat? Futball haladónak feltétlenül. <laughs> Rudi, te is. Én, én mindenféleképpen, csak hogy mi az öndefiníciótok? definíciótok? Nem szoktam ezen gondolkodni, de abszolút. Na, csak azért, mert a 888.hu olvastam egy publicisztikát tegnap Pozsonyi Ádámtól, arról értekezett, ez volt a címe a cikknek, hogy miért zavarja a haladókat a foci. És én egy kicsit összezavarodtam, mert hogy titeket haladó gondolkodásúnak tartottalak, és közben pontosan tudom rólatok, hogy hát óriási futball fanatikusok vagytok. Rudi nem kell magyarázni, de hát Laci Téged és aki MTK mérkőzésekre jár az azért szokott vele találkozni. Miért van mégis ez a kép, vagy miért él mégis az a kétosztatúság, miért akarja mégis a magyar nyilvánosság és szereti elhitetni azt, hogy, hogy aki nem úgy gondolkodik politikailag közéletileg, mint ők, azok a futballt sem szeretik. Szerintem ebben van egy, egyfajta féltékenység, vagy irítség leginkább szerintem, hogy, hogy akik nem tudnak feloldódni annyira mondjuk, hogy elmenjenek egy foci messe és ott kiabáljanak, azok azt gondolják, hogy akkor ott, ott valami nagyon primitív, nagyon rettenetes, valami szint alatti dolog, dolog történik, és akkor automatikusan felállítanak ilyen elképzeléseket azokról az emberekről, és a legegyszerűbb az, hogy a, hogy a legalja jár oda. És, és miután itt a haladózás gondolom úgy jön itt a képbe, hogy azt képzelik, hogy akkor a, a a magukat progresszív, kifitomultaknak képzelők, az, az, nem jöhet össze, ez, a, ez, a, ez az elképzelt csoport nem valódi, mm -hmm. ugye ez az imaginárius csoport nem jöhet össze az elképzelt primitívekkel, tehát biztosan utálják. De hát én ugye ilyen környezetben élek, én haladókkal focizom a privát életben, mm. velük járok ki a meccsre, úgyhogy én ezt nem nagyon tudom értelmezni, és nem hiszem, hogy ugye bármifajta közel lenne a valósághoz, a való élethez. Rudi, de pláne nehéz helyzetben van, mert vagy mert te két világnak a határán vagy, és sokat értekeztél erről korábban publicisztikáidban, vagy a Facebook oldaladon, hogy milyen valahogy két ilyen imaginárius csoport között lenni, ahogy Laci fogalmazott. Én zavar, aki ismer, azt tudja, hogy hogy ilyen szinten részese lett a politika a sportnak, és azon belül is a labdarúgás mindennapjainak, mert azt vallom, hogy normális esetben Ugye nem szabadna, hogy a politika ennyire szerepet kapjon a labdarúgásban, és ezt mondom akkor is, hogyha elképzelhetetlen, nagyon jól tudjuk, a sport, a támogatások és a bizonyos mértékű szerepvállalások nélkül. És az még jobban zavar természetesen ebben az esetben, hogy, hogy nagyon megosztja a társadalmat és és ezen a területen is abszolút tapasztalható, hogy már oldalakról beszélnek, és nyilván, amit az egyik oldal csinál, az biztos, hogy a másik oldal szemében rossz, úgyhogy én is szoktam idegeskedni különben a futballal kapcsolatosan, de ez sokkal inkább a teljesítményből és a látottakból fakad, mint abból, hogy most ki, van, ki megy ki a mérkőzésre, vagy ki nem megy. De nem sokszor felvetődik men az a kérdés is, hogy hogy aki, Esetleg ilyeneket ír, és nem látogatja a mérkőzéseket. Ő azért nem teszi, mert amúgy is nem utálja a futballt és nem kedveli a látottakat, vagy pedig megpróbál felelni valaminek, akik esetleg rossz szemmel néznék azt, hogyha ő megjelenik a stadionokban. Igen, most én kicsit igazságtalan mm. voltam, mert amikor készültem erre az adásokkal, ezt a cikket találtam meg, de egy a tegnapi az írek elleni mérkőzés kapcsánja fölmerült ennek a számegyenesnek a másik vége, ez a aki mérkőzésre jár, az nem szalonképes típusú gondolati is. Tehát kicsit olyan nekem, mint két szélsőség beszélgetne kizárólag egymással, és mindenki, aki köztük vannak, pedig ez mondjuk a társadalomnak, hogy a szurkolói közönnek a 90-95 százaléka, mm. ők mint ebből a diskurzusból kimaradnának. Ami nyilván szerintem, szerintem egy rossz dolog, és azért is hoztuk össze ezt a beszélgetést. Viszont nagyon érdekelne az, hogy ugye van, ennek, van a futballnak egy abstrakciós szintje, ahol a játék van is. Nekünk a Laci volt erről egy vitán korábban, ugye, hogy, 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 ez játék igazából, vagy egy kulturális intézmény a Superliga kapcsán, amiről az előző adásunkban beszélgettünk például Sifelandásra. És most hagyjuk is ezt, hogy a játék absztrakciós szintjén mi történik. De nektek mit jelent a futball, mint ilyen társadalmi intézmény, kulturális intézmény, közösségi élmény? De hát erről is van egy idézetem ebből a bizonyos említett cikkből, azt írja az a bizonyos pozsonyi Ádám, hogy a lipsik a foci esetében legfeljebb a ma divatos térdelést élvezik, mert ott is az idegen kerül ki győztesen, és a haladó lelki alkat olyankor újjong. Nem ez a lényeg? A foci a modern kor kis háborúja. Szerinte, mint egykor a lovagi torna, ezt persze ők nem értik, de ezek a hadsereget sem szeretik, a magyar hadsereget főleg. Minek az az sem, hogy a kormány most erősíti, hadsereget erősíteni olyan, mint stadiont építeni, és az borzalom. Tehát van ez a típusú absztrakciós szintje a játéknak, ahol a futball háború vagy lovagi torna legalábbis. Nektek mi az absztrakciós szintetek? Hát nekem személy szerint. Ö hogy mondjam, annyi ebből kétségtelenül megvan be, de mondjuk én inkább levezném valamifajta rituális színháznak, vagy egy ilyen, egy ilyen közösségi, hogy is mondjam, érzelem amiben persze benne van, tehát nyilvánvalóan azért megy az ember meccse, hogy ott legyen egy mi, egy valami elképzelt és nagyon valóságos mi, akik első szinten a haverjai, akikkel kimegy, meg akikkel együtt énekel, ha énekel, vagy ha nem, akkor kiabál, vagy az se, de akikkel együtt szurkol akkor van egy nagyobb szintje az összes ember, aki, aki kiár, és akik együtt átélnek valamit, ami ott előttük egyszer megtörténik, és amiben írtó jó, ugye, hogy nem ismétlik meg egy csomószor egy csomószögből, mert pont ettől egyedi és egyszeri. És, és megvan egy ilyen elvontabb szintje, kétségtelenül lehet akár háborúnak nevezni, de ne, aminek, aminek igazából az a lényege, hogy, hogy, hogy ott megütköznek egymással elképzelések. Ugye nem is, fel, nem is az számít annyira, hogy kik a konkrét játékosok, bár persze nagyon is számít, de hogyha már az elvont szintjét nézzük, hanem az, hogy mit tudom én, az én klubomról azt képzelem, hogy ott nem tudom, egyrészt Hidegkuti, meg Orr György szelleme valahogy ott lebeg, de közben ott lebeg az is, hogy a, a, a befogadó nyitottság, amit nem tudom, az én klubom, az MTK képviselt, és akkor nem tudom, játszunk a Fradival, és akkor ott pedig ugyanígy lebeg fölötte, hogy ott meg nem tudom. Most hát ezek nyilván leegyszerűsítő jelzők, de akkor ott a kurucos ellenállása, hogy az, hogy nem adni meg magunkat mindenféle rendszereknek, és akkor ennek a, ennek a szelleme. És e, Ennek van egy olyan része persze, amikor, a, amikor ezek összeütközésbe kerülnek a stadionba, de hát szerencsés esetben és megfelelő rendfenntartás esetén ez pont azért tud rituális színház lenni, mert még szélsőséges esetben is az maximum verbális. Az indulatok kicsapódnak, hát ez olyan szerintem, mint egy középkorban volt a színház, hogy nem minden eleme szép abból a szempontból, mint egy akadémiai székfoglaló, de hát nem is arra való, hanem hogy kicsit kicsapjanak az indulatok, és mindezek az érzések, keveredve abban, hogy élő sportemberek előttünk összecsapnak, annak az izgalmával, az adrenalinnal kicsapódik, és ebből lesz egy, egy olyan keverék, amilyen nincs nagyon sok más. Nekem, nekem körülbelül ilyen. És akkor van a válogatott futball, ami most beszéltem a klubokról, ahol, ahol tök igaz ez a tradíció, ez az értékkészlet, amivel rendelkeznek ezek a klubok, vagy rendelkeztek korábban, és ezt próbálják ápolni. És van a nemzeti válogatott, aminek meg ehhez képest van egy, egy sokkal magasztosabb értelme. Az én felfogásomban az az, amiben mindenki megtalálhatja azt, amivel azonosulni kíván, és valahogy egyként mindenki hozzátartozónak Szépen. érezheti magát ezért nem tudok mit kezdeni az ilyen fajta véleménynyilvánításokkal, mert hogy, mert hogy ebből a szempontból valóban mondhatom magam haladóbb gondolkodásunknak, hogy egyszerűen a értékeket, érzéseket, bármit kisajátítani oldalaknak, embereknek, közösségeknek szerintem nem egy szerencsés dolog láthattuk. 2016-ban is, hogy mit jelentett oldalaktól függetlenül is embereknek, szurkolóknak, az az eredmény, az az érzés, az a plusz, amit ez, a, ez az esemény adni tudott. Úgyhogy, úgyhogy szerintem mindenki megtalálhatja mindentől függetlenül a saját maga boldogulását és lelkileg pluszt adó pillanatait a pályán és a pályán kívül is. Sportolói szemszögből, Rudi, mit jelent egy ilyen hazai rendezés? Mert a szurkolói szemszög fontos, és értjük, hogy ez miért fontos, de hogy, mint volt sportoló, ennek hogyan látod hozzáadott értékét? Most már erről a témáról egy ilyen könnyebb beszélni, mivel, hogy a vírus helyzeten annyira túl vagyunk, hogy most már lehetnek nézők is a lelátókon, mint tudjuk Magyarországon ráadásul teltház előtt játszhatnak majd a, a, a csapatok. Enélkül elég nehéz lenne beszélni róla, hiszen az, hogy Melyik üres stadionban játszunk, az nem valószínű, hogy sok pozitívumot hozzá tud adni egy játékosnak a teljesítményéhez. De hogy mit jelent egy játékos számára, nyilván szerintem érzésileg ez a legtöbb, legjobb összeállása a csillagoknak, amikor hazai pályán tud az ember bizonyítani. Nekem mindig is az volt a a célkitűzésem játékosként, hogy jó, egyszer majd valamikor Magyarországon egy teltházas mérkőzésen a válogatottba szerepelhessek. Hát nyilván akkor még álmodni sem mertünk arról, hiszen csak az első helyezettek jutottak ki, és a legjobb második helyezettek, vagy ők ugye selejtezőt játszottak a 2000-es évek elején. Szóval mi nem tudtunk Isten igazából arról álmodni, hogy biztosan ott leszünk, de, de hát nyilván ez sportszakmailag ez a csúcs. Az, hogy most úgy hozta a sors, hogy ilyen csoportba kerültünk, ez meg a szurkolóknak mindenféleképpen hordoz pozitívumot, hiszen a világ sztár sztárfutballját star futballját láthatjuk eredményességileg, viszont hordoz majd nehézségeket is. Azt a pár nappal ezelőtt írtál -e egy cikket, aminek az volt a felütése, vagy a címe, nem emlékszem pontosan, de benne volt ez a mondat, hogy sose volt ilyen jó magyarnak lenni még, mármint magyar foci szurkolónak lenni nagy tornát megelőzően. Egyrészt érteni vélem, vagy elolvasó cikket érteni vélem az érvelésedet, ez éppen ezért nem is ennek a tartalmára vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy ez tartod-e még a, az írek elleni mérkőzést követően is, amikor, hogyha valaki nem látta volna, és a nézőknek mondom, hogy az történt, hogy a magyar válogatott a mérkőzését nem térdelt le, hogy ezt az MLS előre kommunikálta, és hogy nem ilyen formában szeretnék kifejezni a gesztusukat, a, és elutasítani a rasszizmust és mindenféle rendőri brutalitást ezzel kapcsolatosan, hanem ők ugye a Respect feliratot mutatták a, a mezükön, viszont a letérdelő ír játékosokat a magyar közönség sajnos nagy részében, nyilván nem mindenki, de elég jól hallhatóan a közvetítésben is kifütyülte, és ezen az ír vendégeink hát jól artikulálta, megsértődtek. És ebből most van némi balhé, és én azt gondolom, hogy egy picit ez belerondít abba az idillikus fölkészülésbe, meg abba a képbe, amit te is lefestettél. Mindenképp, de ez például a futball rituális színház részének egy fontos eleme, amiről korábban beszéltünk, hogy ez, tehát, hogy ez egy olyan erejű esemény szerintem, ami, ha valami, az egy csomó embert esetleg elgondolkodhat arról, hogy, hogy, ő mit gondolt eddig erről a gesztusról, mert egy pillanatig se gondolom, hogy ne lehetett, miért ne lehetett volna vitatni, hogy ez való-e stadionba, hogy mennyi ideig, mennyi ideig történik ez, hogy akkor, hogy viszonyulunk másfajta megnyilvánulásokhoz ugyanakkor? Tehát mondom, hogy még teljesen normális módon is ezt lehet vitatni, de hát ez nyilvánvalóan egy borzasztó, kínos és kellemetlen dolog volt. De pont attól, hogy ez ilyen keretek között történik, és ez így föl is erősíti, és egy csomó olyan ember is ezen elgondolkodik, aki esetleg vagy legyintene, vagy egy nagyon leegyszerűsített véleményt mondana, de, hogy meg nagyon nem örülök neki, hogy ez történt, de mégse tartom azért drámainak, mert talán. Talán uh -huh. ebben valamit megint. Lehet, hogy optimista vagyok, Le lehet, hogy abszolút izé, ossóval, szóval Ez is csak a futball erejét mutatja végeredményben. Igen, igen, és hát hogy nem szóval ez nem mindig szép dolog, ami egy stadionban történik. Tehát, hogy azért ennek a, a húzásához, a vonzereihez az hozzátartozik, hogy beszéltünk, hogy nagyon sokféle ember van, nagyon sokféle módon találhatja meg. De például, akik kim voltak is, igazi magyar szurgók, és ez nagyon nem tetszett nekik, azokat többi szurkolóval utána ott a stadionban meg elcsend, tehát ott ugye megy a kommunikáció egymás között. Ez egy lehetőséget nyújt arra, hogy tehát, hogy majd, nem ugyanolyanok a meccsek most, amire jár az ember, mint 20 évvel ezelőtt voltak Magyarországon. Ott is történt valami, és ezt nem csak rendőri eszközökkel, meg nem tudom értékel nyilván ilyenek is, hanem az, hogy valahogy fejlődött a dolog a szurkolók között, úgyhogy én, én egyelőre optimista maradok abban, hogy undorító volt, szörnyű volt, de lehet, hogy valamihez vezet legalább. Hát Rudi ezt pláne nem lehet megspórolni, mert most így az eb vezető úton, és azért egymás után jöttek ezek a szimbolikus, társadalmi, közéleti, kulturális ügyek, amiket a futball szűrőjén keresztül látott meg a nyilvánosságnak egy része, vagy talán egy olyan része, és korábban nem látta ezeket az ügyeket. Szóval lehet ennek az elbérendezésnek egy ilyen szerep, hogy kibeszéletlen ügyeket felszínre hoz, és elindítás ami párbeszédet? Vagy jó lenne, ha inkább nem ezt történem, szépen csendben fegyelmezette, mint egy évzáró le tudnánk, mindenki szépen fölöltözne ünneplőbe, nemzeti színbe, meg a szívét is kiöltöztetni, és aztán végigállnánk vigyázban, és aztán hazamennénk, amikor vége van. Én sokkal inkább az elfogadás oldaláról közelíteném meg, mert nyilván, hogyha elfogadjuk azt, hogy valaki valami mellett ki szeretne állni, akkor azt is el kell fogadni, ha valaki nem így gondolkodik. Láthattuk nemzetközi kupa mérkőzésen, nagyon még a Szlávia Prá volt, aki egy gyönyörű, azt szerintem sokkal súlyosabb volt az, az a kép, ahogy mindenki állt, és szemben a kezdőkörbe megálltak az ellenfél, vagy térdeltek az ellenfél játékosai, szóval az hát a cseh válogatott, a lengyel válogatott, ugye az angol szintén igen, nem térdelt. Igen, le, tehát hogy nem a magyar válogatott. Vagy, vagy az láthatunk színesbőrű játékos, ugye a Premier League-be, a Crystal palace ah, aki ugyancsak uh, nem térdelt le. Szóval annyi megnyilvánulását láttuk már ezzel kapcsolatosan a futball világban a, a kiállásnak, vagy a más jellegű uh, szolidaritásban, hogy, hogy miért ne lehetne elfogadni azt is. Én azt is el tudom képzelni különben, hogy a hogy a magyar válogatott játékosai között is lett volna az, aki így gondolkodik, vagy úgy gondolkodik. Nekem engem inkább ez zavar, hogy miért nem csinálhatja mindenki azt, amit szeretné. Értem, hogy ez egy csapat, meg csapategység, meg minden, de hogy ezek, ezek meg olyan dolgok, ami, ami abszolút egyénfüggőek. És bocsánat, még itt, a, a, itt, erről a fütyülésre, hogyha erre gondol az ember, akkor szerintem még néhány fütyülésre érdemes gondolni, hogy ez mennyire összetett ez a dolog hogy ha az ember esetleg így leegyszerűsíteni ezt a, a dolgot valamilyen, hogy milyenek a magyar futball szurkolók mondjuk, akkor ugyanezek a szurkolók, vagy ezeknek a szurkolóknak egy része például, ha már ugye politikai fütyülésről van szó, stadionavaton több alkalommal Orbán Viktor kifütyülte, amikor kvázi éppen nekik ajándékozott, ha úgy tetszik, vagy a politikai gesztus részéről mindenképp úgy próbálta eladni, ugye, stadiont, és a Fradi stadionba, és az MTK stadionba egészen biztosan kifütyülték, ugye a másodiknál ott is voltam, tehát, tehát hogy Aztán ezek abban is maradtak, és ezek, ezek a, magyar futball közeg, és olyan emberek, akik döntő részben járnak válogatott mesés és a magyar válogatott szurkolói, és például, és ezek nem annyira régen voltak, olyan szituációban, amit sokan talán egyértelműnek gondoltak volna, hogy, hogy most akkor megszerzi, nem tudom, a, politika, a politikának ez az oldala, megszerzi magának a futballközeget, hiszen vadonatúj tök jó stadionokat, most idézője az ő pénzükből, tehát azért egy olyan ajándék volt, hogy az ő pénzükből adok ajándékot, de hogy az, És ehhez képest például akkor egy ilyen fütyülés volt, és hangos, és világos, és egyértelmű üzenet volt akkor, tehát hogy ez, ez azért sokkal-sokkal több rétűbb dolog, mint hogy bármilyen oldalra le lehessen egyszerűsíteni. Van még egy réteg, amiről szerintem muszáj beszélni, mert szerintem a lényeget kerülnénk meg, hogyha nem tennénk, és pedig ez azt jelenti, hogy miért van mégis ennyire kiélezett társadalmi politikai viták keresztüzében a futball, ez mégiscsak azért van, és azért történt az elmúlt tíz évben, mert hogy nagyon-nagyon sok pénz megy, és nagyon látványosan sok pénz fordítódik a futball infrastruktúrális fejlesztésre, meg nyilván vannak egyéb irányú fejlesztési tervek is, de az infrastruktúrális fejlesztés az nagyon nyilvánvaló és nagyon látványos. Na most ebből a szempontból ez nyilván egy nagyon kuráns politikai vita lesz, és ugye ennek a kúráns politikai, politikai vitának mindig van egy végeredménye, vagy egy végkifutása, ami által a mérkőzések, tornák, selejtezők eredményéhez kapcsolódik. Magyarán az a nagy fölvetés, hogy ha kijutunk valahová, vagy sikeresek vagyunk valahol, az igazol-e mindent, ami azt megelőzően történt, akár politikai szintén? avagy sem. És ugye Laci, te erről is írta egy cikket, ebből idéznék, az volt a cím, hogy mit válaszoljon az a foci drucker, aki írtóra örül a válogatott győzelmének, de közben azzal cseszegetik, hogy ezzel végül is Orbán Viktornak ad igazat. Egyrészt miért ne lehetne igaz Orbán Viktornak bármiben, tehát akár a futball kapcsolatosan, de hogy maga ez a kérdés fölmerül, ez szerintem már egészen valami toxikus képet fest, és ugye abban írtad, hogy kormánykritikus közegben nem mindenki viselte jól ezt a remek győzelmet, ugye Izlanden, ahogy kijutottunk az EB-re. Na nem azért, mintha a magyarok ellen drukkolnának, de minél kevésbé ismeri valaki a focit, annál könnyebben jut arra téves következtetésre, hogy ez a drámai 2-1-es győzelem valahogy a mégiscsak Orbán győzelmét jelenti, aminek normális ember nyilvánvalóan nem örülhet. Ez azonban minden létező szempontból tiszta hülyeség, mondott te. Én meg arra kérlek, hogy mondd el, hogy miért hülyeség. Például azért hülyeség, és akkor ebbe a cikkbe is arról beszéltem egy részében, hogy hogy, a, hogy az ő általa létrehozott vagy finanszírozott rendszerből, például ebbe a válogatottba, milyen kevés ember volt ahhoz képest, hogy most már tényleg hosszú ideje, tehát most már annyi ideje, hogy fölnőhetett bőven, ugye futballgeneráció gyerekkortól a válogatott küszöbeig, vagy a válogatottig és ehhez képest, ami, ami ilyen direkt hozzájárulás, az látható, de kicsin, Tehát, hogy ez egyáltalán nem arról van szó, hogy ez bármilyen értelemben az ő, ő, a, így az ő futballreformjának a csapata lenne. Olyat érzel, hogy ez a, ezt a típusú ellenérzést, vagy ilyen távolságtartást azt termeli ki, amilyen buzgó módon önigazolásra próbálják használni a sikereket? Hát természetesen. Persze, persze. Ez teljesen érthető, hogyha valaki így gondolja, tehát ezért van az, hogy az én saját ismeretségi körömben, aki, aki, nem annyira ismeri a focit, az teljesen így gondolja, pont azért, mert hiszen annyira büszkélkednek, és úgy büszkélkednek vele. Tehát ugye akkor azonnal, hogyha bármi a legkisebb siker van, akkor azonnal megjelenik a, a propagandában ugye ez az elem, hogy, hogy hát nem véletlenül, hogy ez ezért történt és aki egy kicsivel is már jobban ismeri, az már sokkal jobban árnyaltabban látja, látja a dolgot, és az már, 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 nem szopja be se a propagandát, se az ellen, se, se a heves ellen, ellen, érveket. Vagy... Ruti, de hogy látod ezt? <laughs> azért mosolyok, már, ugye az előbb beszéltünk arról, hogy hogy voltak olyan Európa-bajnoki pályázataink, ahol még nem állt rendelkezésre az infrastruktúra, és nagy valószínűség szerint ezért is buktuk el a, a, a pályázatokat. És itt a kotyuk, hogy a tojás esete áll fent, hogy na akkor kezdjünk el infrastruktúrát fejleszteni, építeni, és akkor lesz esélyünk arra, aminek most végül is mindenki örül, hogy ki tud menni megnézni a francia, portugál vagy akár a német válogatottat. Abban viszont maximálisan egyetértek, hogy ez, hogy ez nem jelenti azt, hogy minden egyes oldalon sikerült maximálisan megvalósítani azt, amit tíz éve az MLS is kitűzött a, a zászlajára. Hogy igen, vannak sikerek, gazdaságilag rendbe rakták, infrastruktúrát fejlesztettek, de szakmailag azért azt nem lehet kijelenteni, hogy tökéletesen működnek az akadémiáink, nagyon jó, az utánpótlás képzés, és lehetne sorolni a másik oldalon is. Engem sokkal inkább zavar az, hogy miért nem lehet erről, erről beszélni őszintén, semmi probléma nincsen. Hát Senki nem haragudna akkor, hogyha ez kijelenti mindenki, hogy hát igen, itt még erről lehetne egy picit beszélni és előrébb lépni, vagy olyan javaslatokat építő előkritikát megfogalmazni, ami előre visz. Ez meg jó sikerült. De kinek a feladata ez? Mert mégis csak arról beszélünk, hogy van egy ilyen toxikus logika, amit politikai szempontból, vagy hatalmi szempontból én ugyan értek, én értem, hogy miért csinálja ezt a hatalom, miért csinálja ezt a hatalomnak a propaganda sajtója, azt is értem, hogy az ellenzék miért csinálják tételesen az ellenkezőjét, ezt a politikai, tiszta politikai logikát értem, még ha nem is azonosulok vele. Csak akkor ott marad a kérdés, akkor kinek a felelőssége, vagy kinek a feladata ebbe a közbeszédbe valami kis rációt vagy logikát hozni, és föltenni a kezünket, és azt mondani, hogy állj, 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 azért őrizzük már meg a józan eszünket, és ne rendeljük magunkat alá teljesen ennek a tiszta hatalmi logikának. Én azt gondolom, hogy ez a sportsajtó feladata volna, de lehet, hogy ennél még szélesebben a sajtó vagy a szurkolói közeg feladata lenne. Hát kizárásos alapon is, igen, ezek, akiknek van rálátása, van téma ismerete, és hát főleg ugye hát az újságírók, ők jó esetben ugye el tudják magukat a téma érzelmi részétől annyira távolítani, hogy, hogy normálisan ránézzenek, meg hát végül is egy újságíró, eleve ez a feladata valamennyire, ugye, hogy értékelje és helyén az kezelje. Lenne. lenne, és helyén kezelje a dolgokat, igen, és és az értékük szerint próbálja mondjuk összehasonlítani, és képbe helyezni. Képbe Csak közben helyezni. ugye van az, amiről beszélték korábban hosszabban, hogy a foci egy ilyen nagyon szélsőségesen érzelemvezérelt sport, és a benne dolgozók, a belőle élők, akár a sajtóban is, hát lényegileg szurkolók, pláne ha a magyar válogatottról van szó. Szerintem ettől nehéz az a dolog. És talán ezért nem sikerül sokaknak. Igen, meg szerintem az azért nehezíti persze ezt az elemző, az elemző rálátást, hogy szerintem aki benne van, az eleve olyan értelemben hogy is mondjam, megbocsátóbb az ilyen a, a, az átpolitizálásra, hogy ezt mindig, mindig, mindenki azért megpróbál, nem ilyen intenzíven persze, de azért mindig jellemzően úgy általában mindig mindenki próbálkozik vele, de a foci erősebb. Szóval hogy a foci az erősebb a tulajdonosoknál, a befektetőknél, vagy a rátelepedő politikánál, és azért aki rajongja, az ezt úgy érzi, és ezt, ezt úgy le tudja pergetni erről. Pedig valószínűleg gyakran nem kéne olyan egyszer lepergetni, hanem úgy tényleg megnézni, hogy azért most úgy, 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 úgy mi történik itt volt egy nagyon jó cikk, amit olvastam, és az utolsó, amit említenék. Gerett Southgate, az angol válogatott szövetség kapitánya a The Players Tribune nevű honlapra írt, hát nem tudom mennyire ő írta, nyilván ezen szellemírók is dolgoznak, de az ő neve alatt futott az írás. Egy rendkívül személyes hangvételű publicisztika arról, hogy mit jelent számára Anglia, mit jelent számára az angol válogatott, szerintem mi a társadalmi szerepe az angol válogatottnak, egyáltalán hogyan viszonyul ez az egész jelenség, ez amiről most mi is próbáltunk beszélgetni a válogatott futballhoz. Ő arról írt, hogy a futball a nemzeti csapat az lényegében a, a patrióta nemzeti büszkeségnek a jelképe, amelynek nem csupán, vagy nem főleg az eredményei a fontosak, hanem az, amit megtestesít ez a csapat, ahogyan a játékosok, a csapat képviselői a pályán, a pályán kívül viselkednek, és főképpen azok az élmények, amiket a szurkolóknak, tehát a nemzet egészének nyújtani képesek, az az örökség, amit ugye áthagyományoznak a fiatalabb generációkra. Itt nekem valahogy az egész cikk annak a bizonyítéka volt, amit én itthon Magyarországon, de lehet, és ez lehet, hogy közép-kelet-európai jelenség, nem tudom, de, és lehet, hogy rosszul érzem, hogy nagyon-nagyon vékony a határmesdje, ugyanakkor nagyon-nagyon egyértelmű és jól definiáltó a határmesdje, ez a nemzeti büszkeség, a patriotizmus, illetve az ilyen olykor-olykor sovinizmusba hajló ilyen nacionalista őzöngés között. És hogy itt, kölet-közép-európában nagyon-nagyon könnyen esünk ide-oda ezen a, ezen a képzeletbeli számegyenesen, és hogy ez az írás, amit a Southgate publikált, ez tökéletesen belőtte azt, ami, ami ezt a nemzeti büszkeséget, vagy a patriotizmust jelenti valójában. És hogy picit nekem ez, a, ez az, amit én hiányolok a magyar futball futballközegből. Valahogy mindig átesünk, vagy a lónak az egyik, vagy a másik oldal, és talán pont ez a dolog hiányzik, amiről Southgate írt. Nem tudom, ti olvastátok -e a cikket, és, és hogy mit gondoltok egyébként erről? személyesen azt gondolom, én tudtam evel, tehát egyrészt azonosulni, másrészt a, szélsőségesen szubjektív saját példámon látom, hogyha az ember egyébként az élet bármi területén zavarba van, hogy ilyesmiről beszéljen, vagy akár önmaga előtt ilyeneket kinyilvánítson. Én azt gondolom, hogy nekem annyira természetes dolog, nem tudom, magyarnak lenni, vagy patriótának, akár minek nevezi az emberet, hogy ez, ez olyan, mint levegőt venni, vagy nem tudom, tehát ilyen dolgokról úgy kellemetlen is néha beszélni, főleg akkor, ha ezeket felhasználják olyan sokszor, politikai célokra, hogy egyből van egy olyan kicsengése, mint hogyha az emberevel valahova kapcsolódna, és akkor a fociba meg, hogyha egyszerűen az ember érzi, hogy, hogy olyan irracionális öröm fog el, hogyha a magyar válogatott, amit akár kritizál, vadul meg minden, hogy az győz, vagy akár helyzetbe kerül, vagy valami, és akkor rájön arra, hogy van egy csatorna, ahol olyan természetes módon ezeket az érzéseket úgy ki lehet élni, hogy akár nem is kell elemzően beszélni róla, mert, mert ez tényleg egy ilyen gyakran nehéz terhet és zavaros dolog. Tehát mondom, ettől, a, a központi politikai ráugrástól, attól, hogy, hogy önkéntelenül is mindenféle konnotációi vannak, hogy akkor most mit, 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 is jelent ez, és az ember mondom, még néha magával se tisztázza ezeket feltétlenül, de azt meg ön tök egyszerűen érzi, hogy kurvára örül, hogyha a magyar válogató győz, megmagyarázhatatlan örömet okoz neki, és akkor ezt ez, ez tök jó, hogy így ki lehet élni, és persze azért, hogy az ember utána elkezd gondolkozni, hogy miért örültem ennyire, hát akkor is, akkor ak 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 már saját magával is előrébb jut ebbe. de mondom, anélkül, hogy ilyen iskolás ízű, vagy nem tudom, így ki kéne rakni egy ekkora kokárdát, de aki meg jól esik, az meg persze kokárdába megy a meccse, vagy zászlóba burkolózott. Igen, nekem arról szólt a Southgate-nek az írása, leginkább, hogy ő egységet próbál -e teremteni a nemzeten belül, független attól, hogy ki, kinek szurkol, hova tartozik, mit csinál, ahogy végigvezette, hogy hogy mit jelent a gyerekeknek, mit jelent a családoknak az, ha sikeresen szerepel a válogatott, mit kell megadni, ezért a játékosoknak, a közösségnek mindent, hogy mindenki megtalálja benne a boldogságát. Ez valóban arról szólt, hogy csak akkor tudunk sikeresek lenni, hogyha itt egy eszméletlen erős egység van. Magyarországon a futball meg, meg abszolút megosztó, és... Nekem mindig az jut eszembe, amikor ilyen megosztottságról beszélünk a futballal kapcsolatosan, amikor 2019-ben a színházak melletti tüntetésen Pintér a fellépett a színpadra, és a sok-sok szarkasztikus, ironikus megjegyzése között volt ugye egy futballal kapcsolatos megjegyzése is, hogy ugye majd amikor a pokolra jutnak az érintettek, akkor kipeckelt szemmel kell nézni a Magyarország Velsz világbajnoki selejtezőt, ami nyilván nem volt világbajnoki selejtező, de hogy hogy mindenki értette a, 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 a hasonlatot, és amikor már különböző területek is ilyen ellenséges szemmel nézik, és ennyire megosztják a, a társadalmat a futball tekintetében, akkor, akkor ott nagyon nehéz egységről beszélni, nagyon nehéz azt az állapotot elérni, amit a, amiről a Laci is írt, hogy azért, mert valaki bárhova is tartozik, bárkinek szurkol, kimegy a stadionba, ott ő egy magyar szurkoló. Én azt gondolom, hogy talán annál inkább kellene törekedjünk. Minél erősebbek az ellenerők ezzel párhuzamosan, vagy minél több felől próbálnak minket rángatni más irányba, szóval annál erősebben kell kitartsunk, amellett, hogy ne engedjük elvenni azt, ami, azt, a miénk, vagy ne engedjük elvenni ezt a nemzeti egységet szimbolizáló dolgot, amit a futball és a futball válogatott jelent. Én azt kívánom tényleg, vagy azt gondolom, hogy az lenne a legjobb talán, hogyha hogy ez az LBN-nek lenne a bizonyítéka ez győznünk kell vajon akár egyik mérkőzésen is? Nem is feltétlenül. Olyan erősek az ellenfelek, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, és azért is írtam, amit írtam arról, hogy mi vagyunk a legjobb helyzetben, hogy tényleg, tehát hogy nyilván nem lehet úgy szurkolni, én ezt szeretném, hogy győzzünk, de azt tényleg lehet tudni, hogy ez nem egy, nem egy egymásnak ugrasztó, borzasztó tragédia lenne, ugye akár, hogyha mind a meccsen kikapunk, ne adj Isten, mert elképesztőek az ellenfelek, ugye tényleg a világbajnok, az Európa-bajnok és Németország ellen, semmilyen csapat ugye, nem menne sokra nagy eséllyel, és egy ilyen nagyszerű középválogatott, mint amilyen köztem meg végképp. Jó, hát legyen ez egy nagy közös futballon, köszönöm nektek, hogy itt voltatok, köszönöm. a nézőinknek pedig köszönöm. köszönjük. a figyelmet, arra biztatjuk őket, hogy tartsanak velünk, majd legközelebb is folytatódnak a sporttémai adások a Partizánon. Alkalmanként fogunk majd erről jelentkezni, addig is iratkozatok fel a csatornára, vagy legyetek támogatók a Patreonon. on Sziasztok!